Tömött, levegőtlen váróterem, telezsúfolva kezelésre váró betegekkel, az Országos Onkológiai Intézet kemoterápiás osztályán ezeken a tavalyi felvételeken. Ezek a felvételek szintén tavaly készültek egy fővárosi kórház sürgősségi osztályán. Azután, hogy Kásler Miklós elrendelte, érkezés után azonnal meg kell vizsgálni a betegeket. Tapasztalataink szerint ez nem mindig sikerült. A hullát megvizsgálták? Még nem, most veszik a vért, de itt vagyunk már mindjárt 2 órát. És 2 óra alatt semmi nem történt? Nem, most veszik a vért. Az egészségügyről folyamatos a vita Magyarországon. Az ellenzék például rendszeresen támadja a kormányt azzal, hogy egyre rosszabb a helyzet. De tavaly a Magyar Nemzeti Banktól is érkezett kritika. Nincs magas életminőség, teljes egészségügyi fordulat nélkül. Nem képzelhető. Csak egy hely választott el Orbán Viktort és Matolcsy Györgyöt azon a tavalyi konferencián, ahol a jegybank elnöke nyíltan teljes egészségügyi reformot sürgetett. Most arra kiderült, még távolabb áll egymástól, amit az egészségügyről gondolnak. A magyar lakosság egészségi állapota elmarad az uniós országokétól. Ugye ezt itt az egészségesen várható életévek számában mérjük, külön a nőkét és a férfiakét külön érdemes vizsgálni, de azt mondhatjuk, hogy átlagosan mindkét csoport 4-5 évvel marad el az EU szintjétől. A Matolcsy vezette Magyar Nemzeti Bank most bemutatott versenyképességi jelentése szerint Magyarország egészségügyi szempontból az utolsó helyen áll az Európai Unió tagállamai közül. A kormányfő viszont az állami rádiónak adott szokásos nyilatkozatában épp ellenkezőleg látta a dolgokat. A magyar egészségügyi rendszer, amit valamilyen rejtélyes okból folyamatosan leminősítünk, folyamatosan legkezelően beszélünk róla, és itt a járványügyi vészhelyzetén kiderült, hogy Európa egyik legjobban teljesítő egészségügyi rendszere. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon a legalacsonyabb a koronavírus fertőzöttek aránya az egész Európai Unióban. Az MSZP szerint Orbán Viktor kijelentése azt bizonyítja, hogy nem vesz tudomást a valóságról. Én nem is tudom, hogy melyik az a világ, amelyikben a miniszterelnök él, de hogy nem a mai magyar valóság, az tuti. A legfrissebb uniós adatok szerint a tagállamok közül Magyarországon a 3. legmagasabb az idő előtti halálozások száma. A magyar adat duplája az uniós átlagnak, és közel 40%-kal magasabb a többi visegrádi ország átlagánál.